Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek. Azért jelentkezem megint be, mert nagyon fontosnak érzem azt, ami történik, amiben vagytok, és tudom, hogy többen is ebben vagytok. És ugye tegnap is az utolsó videómban beszéltem arról, hogy egy 50 év körüli hölgy, aki nem akart elhinni, hogy az apukája használja az erejét, hogy ott mi a kiút. És ugye ma is volt egy olyan tudattalan blokkoldás, amiben ezen dolgozunk, és egy kicsit még szeretnélek bennetek segíteni, vagy támogatni, hogy hogyan is küzdjetek meg a szabadságért, mert én abban nem hiszek, hogy csak meditálgatunk, vagy jogázgatunk, vagy nem tudom, én tudatos könyveket olvasunk, egyáltalán nem elég, nagyon sokat számít, de egyáltalán nem elég. Épp tegnap meséltem valakinek, hogy amikor voltam Indiában egy asramban elvonuláson, akkor, hát akkor én már rég tanítványa voltam a mesteremnek, és ott akikkel mentem, ők ugye az ottani mestert megválasztották. Mesterüknek nekem nem kellett, mert nekem már van. És ugye, hát minden csodálatos volt, ott fantasztikus volt, mert hát szent helyen voltunk, szent emberekkel, mindenki szépen akart viselkedni, és szépen is viselkedett, tehát egy olyan helyen nagyon könnyű 2 hétig szuperul megélni a jót, a csodát, és hát persze ömlengett mindenki, hogy milyen csodálatos itt, és fantasztikus, de a karma joga, a tudatosság tudománya az az út, amin én is járok, és amit a mester tanított nekünk, amihez ugye az első lépcsőfok a tudatosság tudománya workshop az hó végén lesz, 20-21-22-én. Szeretettel ajánlom 10-ig, tehát holnapig tudtok kedvezményesen jelentkezni. Extra lehetőség egyébként, én azt gondolom. És lesz egy tudattalan saját egyéni blokkoldásod, 3 csoportos blokkoldásod, tehát megtanulhatod azt a fajta gondolkodásmódot, hogy mi az, ami hat rád, hogyan gondolkodj ahhoz, hogy változás legyen az életedben, mert hogy ugye beköltözöl egy ilyen asramba, vagy elvonulsz, de ott könnyű jónak lenni, hogy befejezem ezt a történetet is, és amint felültünk a repülőre, én egy folyosó mellett ültem, és a folyosó másik végén egy nem magyar származású ember mobiltelefonált, de úgy, hogy a tenyerében tartotta, tudjátok, mint a zsíros kenyeret, és akkor így hangosan beszélt. Tehát nem a fülébe, hanem ezt tette, hanem mi is hallottuk, amit ő mond, és azt is, amit a hívottja mond. És a mellettem ülő, aki fantasztikusnak tartotta az asrami elvonulást, körülbelül 20 másodperc alatt síkideg lett, és engem szólított fel, hogy én szóljak, hogy fejezze be a telefonálást. Na most egy, nem szállok be senki karmájába, én végtelen békével voltam ezzel az egész helyzettel. Az ő karmája az ő karmája, én nem nyúlok ezekhez a dolgokhoz, nem foglalkozom vele. Kettő, mit ér egy jogatábor, mit ér egy, nem tudom én, egy szalsza tábor, vagy bármi, egy asrami elvonulás, ha nem tudjuk a hétköznapokban beültetni, tehát nincs olyan tudásunk, amit hogyha a hétköznapokba beültetünk, akkor haladni fogunk, hiszen az emberek azért jönnek, hogy mi fel tudjuk oldani a karmánkat. Tehát minden helyzet azért jön, hogy fel tudjuk oldani a karmánkat, és hát ez nem a nem tudom én, a jósággal kikövezett út, hanem hát azért itt a szabadságért meg kell küzdeni. Tehát én abban hiszek, hogy meg kell küzdeni azért, hogy te szabad legyél. Na és ehhez viszont nem elég csak jogázni, nem elég csak meditálni, hanem konkrétan lépéseket is kell tenni. Most képzeld el, hogy mondjuk vegyük azt az 50 éves hölgyet, de ne konkrétan rá gondoljunk, hanem mondjuk vegyük azt, akit szintén a apukája energetikailag lenyom, mert sokkal többnek érzi magát, mert kislány korában kiderült, sokkal több nála a gyermeke, és ugye nem akar belállni a saját erejébe,
hanem inkább lenyomja a gyermekét. És tök mindegy, hogy hogyan, manipulatív úton, erőszakos módon, de valahogy eléri, hogy ő kerüljön fölülre. Na most, amikor forduló ponthoz ér ez a hölgy, és azt mondja, hogy figyelj, én nekem most már ebből elegem van, hogy a férfiakkal harcolok, és a férfi az el akarja venni az erőmet, a tudásomat, végre szembenézek, hogy az apám is így bánt velem, és azért harcolok a férfiakkal, mert nem bízom bennük, hiszen tudattalanul is érzem, hogy be akarnak csapni, át akarnak menni, mint ahogy apám is megcsinálta, csak ugye annyira hozzászoktam ehhez a mechanizmushoz, hogy ez lett a norma, és az lett a norma, hogy belül vitatkozok velük. És két lehetőség van, vagy ez az 50 év körüli hölgy, ez a tehetségét, tudását elnyomva kisebbíti magát, hogy olyan férfihoz tudjon kapcsolódni, amilyen nyilván az apja is, és hát miért tud választani ugye olyat, mint az apja, aki jóval, tehát nincs benne az erejében, és ha nincs benne az erejében, akkor nem is tudja támogatni a lányát. Na most mi történik ilyenkor, hogyha azt mondja, hogy oké, akkor én ezt most megcsinálom? Hát az fog történni, hogy csőstül, de tényleg tömegével fognak jönni a férfiak, akik cserben hagynak, átvernek, akik ott hagynak, és hazudnak, össze-vissza hazudnak. De ezt tudatosítani kell, hogy a gondviselő, és akkor fölturbozza ezeket az eseteket, hogy végre tudja eltenni. Mondom neki például, valaki megígérte, hogy segít nekem, kértem segítséget, és mikor én mondjuk ezt oldottam föl, akkor valaki kért segítséget, kértem segítséget, és ígérte, hogy jön. Megbeszéltük az időpontot, természetesen az időpont alatt, amikor megbeszéltük, előtte, hát ő még nincs a környéken, nagyon messze van, majd fog írni. Majd fog írni, hogy mikor. Oké, mit mondasz erre, hogy rendben. Onnantól kezdve se kép, se hang. Most mi történik? Vagy kitámadsz, és azt mondod, hogy becsaptál, átvertél. Hát ugye ez a férfinak tulajdonképpen, hogy erőben maradjon, így becsapja a nőt. Ezt nem tudom másképp mondani, emlékezzetek, én több videóban is beszéltem róla, hogy az eredendő problémát láttam, ahol a férfi addig üti a nőt, amíg a nőben van egyetlen egy szufla is, és amikor kivégezte, akkor elment a kocsmába, ez 1200-as években lehetett, ebbe az emlékbe visszamentem, elment a kocsmába, és büszkén mondta, hogy ő hát kinyírta a feleségét. És nekem ott meg kellett bocsájtani, többször mondtam már ezt a történetet, nem akarom magam ismételni, és mi ennek a lényege, hogy a férfi az, amelyiknek nincs önbecsülése, nem járja a saját útját, nincs benne a saját erejébe, mit csinál? A nőt, nőre rálép. Rálép, és onnan akarja az erejét használni. És ez kislány korod óta megszoktad, hogy így van. Na most a kérdés az, hogy te ebből eleged van-e abból, hogy kisebbíteni kell magad azért, hogy mondjuk olyan férfiakhoz kapcsolódj, akik így becsapnak, átvernek, vagy most már úgy döntesz, hogy megharcolsz, és kialakítasz egy új elmeprogramot, miszerint jó vagy úgy is, hogy erődnek teljében vagy, hiszen vannak olyan férfiak, akik szintén járják a saját útjukat, és tudsz nekik partnerük lenni, őket királlyá tenni tulajdonképpen, és nem egy alkalmatlan férfit emelgetni fölfelé. És hát mi történik ilyenkor, ugye? Amikor egy alkalmatlan férfi, mert bocsánat, hogy ezt mondom a férfiakra, de amelyik nincs benne az erejébe, amelyik nem tud támogatást nyújtani, aki még mindig az anyukájától függ, akkor is, ha nem él, de nem gyógyította a sérüléseit, az nem tud egy felébredt nővel mit kezdeni. Nem tud. Tehát nem tud vele mit kezdeni. És nyilván neki is célja, hogy pozícióban maradjon. Hát nincs más, mint valamilyen úton, módon elérni, hogy pozícióban maradjon. Van, aki a manipuláción keresztül, van, aki az agresszión keresztül. Tök mindegy, kilopja a szeretetet a kapcsolatból,
és ott maradsz energiavesztetten, neked kell pótolni az energiát, visszatölteni, és még mindig megbocsájtasz, és még mindig visszaengeded, mert apukádat is megengedted, stb. Stb. Na most itt, amikor egy ilyen forduló pont van, akkor például én, amikor kértem segítséget ettől a férfitől, és ugye hát azt mondta, hogy most nem jó, majd beszéljünk egy másik időpontot, és onnantól se kép sem, nekem kellett volna ugye újra jelentkezni, akkor ugye két lehetőség van, az egyik az, hogy bíz az utadban, vagyis azt mondod, jó van, nem érdekelsz, áldozattá tettél, egyáltalán nem érdekelsz. Ez is egy lehetőség, de amikor fordulópont van, akkor az van, hogy a nőnek éreznie kell a tökéletességét, és ki kell jönni a barlangból, hallatni kell a hangját. Ez azért van, hogy új elmeprogramod legyen. Amikor átérsz a támogató férfi közegébe, akkor nem lesz szükséged már arra, hogy harcolgassál, de ahhoz meg kell küzdened, hogy ebből ki tudjál préselődni abból a közegből, ahol nincsen érzelmi támogatás, ahol nincsen, ahol a férfi nem tudja, hogy minden lépéséről felel. És itt, abban a helyzetben, amikor ilyen forduló ponton vagy, nem az vagy, jó van, becsaptak, átvertek, akkor megyek tovább, és keresek egy másikat. Én azt csináltam, hogy előreléptem, és mondta, és írtam neki, hogy bocsásson meg, hogy fogok keresni egy másik embert, mert én már nem tudom, hogy fogalmaztam. Ugye ez kitörés a dobozból. Emlékezzetek, hogy aki a önmagamhoz mindig közel meditációt gyakorolja, ugye ott kitörés a dobozból van, hogy abban a dobozban, amiben megszoktad magad, meg megszoktad a környezet is téged, abból kitörsz. Most van lehetőség arra. És azt hittem neki, hogy bocsásson meg, de kell keresnem, meg kell kérdeznem egy másikat. Sajnos nem tudok vele haladni, mivel nekem arra van szükségem, hogy támogató közegben legyek, úgyhogy sajnos ez a szava hihetetlen minőség, ez még nagyon kisfiús, és bocsásson meg, hogy nem tudok hozzá többet kapcsolódni. Bízom, hogy értitek, hogy mit szeretnék ezzel kifejezni, hogy te mondod azt, hogy nem. Tehát nem elkullogsz, mint hogyha apukádnak mindig megbocsájtottál, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor bízok az utamba, és akkor megyek tovább. Nem, hanem végre odaállsz apukád elé, és azt mondod az ilyen férfiaknál, hogy bocsáss meg, apa, látom, hogy te csak elveszed az erőmet, kilopod a szeretetet a kapcsolatból, de bocsi, de nem tudok veled együtt így haladni, olyat kell keresnem, aki biztonságot ad. Mi lesz a férfinak a válasza, hogyha hagyod, természetesen ő nem érti, hogy miről beszélsz, meg nem tudom, mindenféle hazugságok jönnek, mert mi a különbség a férfi és a kisfiú között, a kisfiú mit fog mondani, hogy ugyan már 1000 éve ismerjük egymást, tehát nem igaz, hogy ebből ekkora ügyet kell csinálni. A férfi mit mond? Azt mondja, hogy elnézést. Elnézést, hogy nem tartottam a szavamat, hogyan tudom helyrehozni. Tehát ez a óriási különbség a kettő között. De hát ugye ahhoz, hogy te ilyen közegbe át tudj érni, neked meg kell küzdened azért, hogy végre megértsd azt a apukáddal való energetikai kapcsolatot, amiből ki kell küzdened magad. És számtalan ilyen férfi jön, amikor ilyen forduló pontban vagy, aki biztosítja számodra azt, hogy elkullogjál, vagy végre előre lépjél, és minden lépés, amikor előre lépsz, és tartod a teret, és azt mondod, hogy ez neked nem jó, hogy ez neked így nem jó, neked szükséged van a biztonságra, a támogatásra. Mindent elmondasz, amire neked szüksége van. Nem bedurcizol, nem kitörsz, csak arról beszélsz, hogy mire van neked szükséged ahhoz, hogy jól érezd magad, akkor a saját erődet fogod növelni. És a saját erő feltétlen szükséges ahhoz, hogy te lágy tudjál lenni. Na, hát ezt még szerettem volna elmondani, mert
Tudom, hogy vagytok jó páran ebben, és nem az elhullogás itt a fordulóponton, meg nem a megbocsájtok neki, és akkor jó, hát igazából tök szeretem, igen, persze, hogy tök szeretjük az apukánkat, és ez ahol senki se látja, ott sírni fogsz, mert miért? Mert becsapva érzed magad, átverve érzed magad, hogy elvette az erődet. Ez fáj, nem kicsit fáj, és ebből mégis előre kell lépni. És mégis hazudni fog, és mégis nekem volt olyan, aki azt mondta, hogy mikor írtam neki, hogy ez így meg úgy meg. Amúgy, hogy valószínű vírust kapott a géped. Értitek, hogy visszafordítja a felelősséget? Érted, hogy semmiért nem vállalja? Érted, hogy zavart akar kelteni a testedben? Tehát, hogy erről van szó, hogy amikor azt mondom, hogy meg kell küzdeni a szabadságért. Na, jól van. Megint el voltam ilyen lendületen, szenvedélyen, és gondoltam, hogy elmondom ezt nektek. Ebben nincs harc. Tehát ez nagyon fontos, hogy pont, hogy a harcból jössz ki. Emlékezz, hogy a meditációban is mi van, az önmagamhoz közel, mindig közel meditációban is, ugye mi van, hogy elkullognál, de vissza kell fordulnod, mert amikor elkullogsz, ez olyan szépen leosztuk a meditációba. Én nem is értem, tehát tényleg a gondviselő olyan szépen támogat bennünk, hogy látszott, hogy elmennél, de mégis szomorú vagy, bánatos vagy, és akkor kerestük az okot, hogy miért nem tudsz tovább menni, miért vagy bánatos, szomorú, mert te áldozati mintában vagy, ezért vissza kellett fordulni. Nagyon szép ez a meditáció is, hogy visszafordultál, és kimondtad, hogy a tökéletességen keresztül, hogy te jónak érzed magad, nem elkullogsz, hogy áldozat vagy egy elérhetetlen pozíciót fölvett férfinél, hanem kimondod azt, ami benned van, az érzéseidről beszélsz. Nagyon-nagyon fontos, és végre átlátod, hogy apukád nem akart beleállni az erejébe, ezért egy ilyen elérhetetlen privilégiumot kialakított, és számtalan ilyen férfit vonzottál magadhoz, és ugye innentől, ha ez változás, akkor ugye odaállsz apukád elé, vagy odaállsz ezekhez a férfiak elé, és azt mondod, hogy bonts magadból ki az erőt, és akkor majd tudunk találkozni. Addig is ciao. De figyeljetek, nekem 1500 ismerősöm volt kb. A Facebookon, szerintem van vagy 600. És nem véletlen. Nem vész sorba záródnak le. Mert ez a rendje. Aki halad, aki teszi a dolgát, ez a rendje, hogy legyen fordulópont, legyen transformálási lehetőség, minden. És nem lehet tudni, hogy mi lesz. Mindig úgy kell lezárni, hogy Isten majd rendezi az utat, vagy kell még találkozni, vagy nem, de el kell jönni annak a fordulópontnak, hogy apa karakterek, anya karakterek, kiállok, és azt mondom, hogy figyelj! Na, ezt nem. Ezt nem. Tehát ehhez nem tudok kapcsolódni, mert nekem biztonságra van szükségem, nem adod meg, egy elérhetetlen pozíciót veszel fel, érzelmileg nem kapcsolódsz hozzám, és eddig elnéztem, 100 éven keresztül elnéztem, de most nem. Tudom, bátorságra van ehhez szükség, de legyetek bátrak, mert minden lépés, amit megtesztek, és nem elkullogtok, mint egy áldozat, hanem ott maradtok, benne maradtok a helyzetben, miközben keresitek ugye a B verziót is, tehát azt, aki kapcsolódik hozzátok érzelmileg, benne maradtok, és tartjátok neki a teret. Aki érzelmileg elérhető, aki felelősséget vállal, az fogja mondani, hogy elnézést. Az nem megtámad, nem rád adja a felelősséget, hanem azt mondja, hogy. Mint én voltam egy ingatlan előadáson, ez is sokszor elmondta, az ügyvéd egy férfi volt, pontosan tudta, hogy mindenért ő a felelős, mindenért, ami ott történik. Eladó, vevő, mindenki ott volt. És az eladó nem hozott el valamit, a vevő sem, mindenért ő vállalta a felelősséget, mindenért. Mindenért. Iszonyú biztonság, támogatni akarod,
Nem tudom, tehát ennyi, ilyen a férfikész. Ritka, de ha te benne vagy az energiádban, akkor fogsz tudni találkozni vele, és igenis, hogy tudod őt támogatni, mert akarod támogatni, nem akarsz harcolni, de ahhoz, hogy ne harcolj a férfival, ahhoz apukáddal meg kell tudnod, hát most ezt idézőjelben mondom, küzdeni, de ez nem egy küzdés, hanem magaddal küzdesz meg, hogy végre ne fogadd el azt a minőséget, amit tőle kaptál, és közben megmaradj a szeretet terében vele, hogy elfogad, hogy nem tud többet adni, mert nem akar beleállni az erejébe. Na, bízom, hogy tudod segíteni. És így van vége egy karmakörnek, és így indul egy új. De ez nem könnyű. Fölismerni se könnyű, mert meg akarsz bocsájtani, mert jó van, hát most nem jött el, hát most nem válaszolt, hát most kilopta a szeretetet a kapcsolatból, ugyan már olyan vicces, olyan kedves. Igen, persze, csak belőled él. Na, jól van. Jó munkát. Sziasztok, hello!